Ákosi Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Figyeljetek, annyi minden történt velem, hogy kezdem. Na jó, akkor iszom egy kávét, tojat, hat. Jó, hát egy kis reggelit hoztam nektek. Hát Jani, te nem fogsz neki örülni. Te nem fogsz neki örülni. Ez ugyanis az a nemzeti eledel, amire oly sokan vágytak már a stábtagok közül. Ez ugyanis a biltong nevezetű étel. Biltong, azaz, már ez nem jutott eszembe. Biltong. Kétféle biltongot hoztam. Az egyik biltong, az marha biltong. A másik, tudod, miből van? Gnu. Nem, kubu. Kubu? Ja, kubu volt. Olyan tudom, ezt kérdezni korán reggel. Persze, hogy kubu. Kububól van, majd lefotózzuk és fölteszünk a Facebookra. A következő zajlik, fogják a marha nemesebb részeit ezek a drága emberek, mert hogy itt az elég sok van, és ezt befűszerezik, bemártják olajba, és fölakasztják száradni. És ez szépen kiszárad, az a kubu, amit most szagolsz. Igen. Az a kubu, amit most szagolsz, ez pedig a marha hús. És vannak ilyen kis kioszkok, bárhova mész, például a nagy bevásárló központ kellős közepén. Ott lógnak. Ott lóg. Elképesztő. Egy ilyen kis kinyitható szerkezetben, mama ott áll, van egy darálógépe, mert ez nehéz, vagy egy száraz a dolog, nem lehet késsel fölvágni, van egy darálógép, és benyom neked így egy kilót. Nagyon jó. Ez föl is aprítja? Ez föl aprítja. Az, a marha az nagyon friss, a kubu az picit szárazabb. Sose láttam még ilyen. Én nem hiszed el, hogy ezt a dél-afrikai stáb azt úgy csábítsogja, úgy csócsálja, hogy ilyen kilószám. Imádják a sisát. Mint mi az almát vagy a répát, állandóan ezt rágják. Állandóan ezt rágják, mindenki ilyenenél. Így van. És olyan régóta akartam már venni, de jó, hogy vettél, mert ezt üldözöm, mert megkínált az egyik dél-afrikai, és rákattantam. Imádom, és azóta ezt akartam, hogy nem volt időm kimenni, de jó, hogy vettél. És ez itt van kína bevásárló központ. Átmész, kettő is van. Lógnak, mint a kolbászok. Pontosan. Egy nagyszárított marhahúsok, illetve kubuhúsok, és van nagyon jó kis kolbászkákat is gyártanak, amit föl is füstöl, azt kóstold meg, ha olyat még nem ettél. Ilyen csorizó jelleggel, ilyen kis kolbászok. Az, vékony kis kolbászka, ne, az ne, is ne csorizál innen semmit. Jó, mert bajba fogok. Az is szárítva van, és fogják, megveszik, és úgy megy a bevásárló központban, ízlésesen, a különböző ilyen nagyboltok között, hogy közben rácsálja. Kilóg a szájából egy fél kiló. Érdekes kettőség, miközben egyébként a bevásárló központban még ilyen abszolút prémium márkákat is lehet látni, aztán közben meg itt tolják a sisát, a javút, a csorizót. Biltong. A biltong. A biltong. Nem bírom meg a biltongot. És közben sisvágú azt mondják, hogy jabú. Na most, hogyha valaki esetleg még nem látott biltongot, előfordulhat Magyarországon, akkor kb. Úgy néz ki, mint az a faháncs, amit dísznövények alá szoktak szólni. Mulcs. Igen. Igen, olyan, mint a mulcs. Tényleg a mulcs. És csak mondom, hogy kétszer láttam Balázst igazán boldognak az elmúlt napokban. Egyrészt, amikor felfedezte a biltongot, másrészt, amikor becsekoltunk a bizniszre. És amikor kihozták ott az egy. Ő a kubu. Ő a kubu. Aha, egy ilyen kis szarvas, az Impalánál nagyobb testű, ilyen kis szarvas. Milyen csavaros volt a kupacja. Igen, az enyém répás almás volt. Egy négy lábú, nagyon-nagyon klassz kis állat. Esznek gnút egyébként, elmondta ez a dél-afrikai, meg egy csomó minden, de nagyon menő, hogy vettél, és haza is lehet vinni, mert hogy ezek tök jók. Tehát nincs tartósítva, lefüstölik, leszárítják, és mehet a kajálás. Én viszek haza. Az enyém, amit ettem, a sogorma. Az egy ilyen kör is, nem is tudom, milyen pálcban volt megcsinálva. Fú, gyerekek, azt a mindenit, de jó volt. Na, megkóstolom ezt is. Akarok és hazavinni, de akkor nem kell kimennem venni. Nagyon nem kell, mi belefutottunk egy nagyon gyenge kis csilis ízesítésűbe, a néni ott megkínált bennünket. Stábunk egyetlen hölgy tagja, aki akkor ott volt velünk, gyakorlatilag sírva két lét görnyedve könyörgött az életéért. A ő a feleséged egyébként, csak mondom. És akkor megpróbáltuk a Vikit megmenteni, aztán egy nagyobb ilyen kolbászszerűt megevett, és azzal sikerült. Porralótóval kifújták a száját. Embertelen volt. Hát az a jó, az bírom. Ők egyébként szeretik nagyon ezeket a csípős ízeket, én ugye alapból mindent szószozok, és hogyha ott van az asztalon valami csípős szósz, én már rárakok annélkül, hogy megkóstolnám az ételt. Viszont ha ők valamit már beerősöztek, akkor az csak lángolhat. Én, tehát, hogy ott konkrétan tűzveszélyes területi alakul át az asztal. Jól van, szóval mondjuk vettél egy másfél-két kilót a biztonságért, nehogy ma már ne legyen, én ezt szeretem benned. Meg ha vásárolunk. Hát tudod, te mennyire van a pláza, legalább 100 méter. Ha visszafelé jövünk és megéhezünk, nincs nálunk étel. Nem hagyhatom a csapatot. Te mint az élelemfelelős, a hadtápos, az ellátmányos, ne hagyd étel nélkül a csapatot. Igen, egy két zacskónyi van most itt az asztalon, másfél-két kiló mi az egyik. Igen, de ebből már sokat megettünk. 3-3,5 kiló biltongunk van. Egyébként tényleg, és ilyen chips helyett, nasolás helyett, csak egy rákcsálod, rohadt sós, de egyszer ráakadsz, és nem bírod abbahagyni. Nem bírod abbahagyni. Szenzációs. Ez a helyi chips. Ez a helyi chips, igen. Ugye igen. Tehát tévénézésnél leülsz egy ilyen zacsival. Igen. Péntekenként a dél-afrikaiak ezzel ülnek nézni a Walking Dead-et. Igen. Vagy Szerdán a Szulajmán. Azt nem, mert tudod, levették. De ne provokál senki. Biztos itt is van Szulajmán, igen. Morning Show.
Klassz FM. Tegnap egy olyan túrán voltunk, amit a Mit ne csinálj Afrikában leírást mindent kipipáltunk. Tehát így egyesével Mit ne csinálj Afrikában. Úgy kezdődött a tegnapi túránk, hogy el kellett menjünk megkeresni végre azt az utazási irodát, amivel eljutunk a Krüger Nemzeti Parkba. Ó, van egy pár belőle. Márhogy egy darab nincs. Nincs utazási iroda? Nincs utazási iroda, nem érted meg, hogy 50 kilométerre a világ legnagyobb nemzeti parkjától, vagy az egyik legnagyobbtól nem lehet kimenni. Nincs. Találtunk egy utazási irodát, akik mondták, hogy nagyon jó mozambiki tengeri hajózás van. Horgászattal az jól hangzik. Igen. Hogy az érdekel bennünket? Mondtuk, hogy nem, mert nem szeretünk horgászni. Az még Afrika? Az valami olyasmi. Akkor mondták, hogy van nagyon jó Kilimandzsáró túra. Ó, na, az nagyon az jó. Is nagyon az jó. Szerenge, az a Szerengeti, Kilimandzsáró, Kenya. Hát csak igen. Ahhoz neked repülőre kell ülni. Igen, meg egy héten találkoznánk körülbelül. Igen, és az egy hetes túl. Mondtuk, hogy csak ide akarunk elmenni 50 kilométerre, a Krügerbe. Ott aludnánk, visszajönnénk. Na, olyan nincs. Végül sikerült aztán keresni az interneten egyet. Valószínűleg lerövidítjük a túrát, mert a kettőnapos túra legolcsóbban 80 ezer forint. Én gondoltam is, hogy ilyen bátrak vagytok ezzel a túrával, mert az elég húzós. De mi kerül 80 ezer forintba abba, hogy megnézel egy elefánt? Hát, hogy a Bushman, amikor látja, hogy össze, akkor belebújik a zsiráfjelmezbe, az ott kell kecsöl előtt, tehát, hogy mégsem menj haza, úgyhogy nem lát semmit, egy másik meg ott impala jelmezbe ugrál neked egy dobbantóra. Ugyanis a nemzeti parki belépő az 1000 forint. Tehát, ha te odamész a park kapujához, és így bekopogtasz, hogy szeretnék bemenni, akkor egy ezresébe engednek körülbelül helyi pucujkában, 1000 forint, ha átváltod. Az összes többit nem tudjuk, hogy micsoda, 80 ezer végül, amire szerintem a transfer, a visszatranszfer, az ottani ebéd, igen? És maga a jövésmenés bent a parkban. Belépő, ez igen, nyilván ezen az iroda is keres. Húzósám, hát ugye ebből tartják fönt a parkot, meg ebből csinálják az egészet. Aha. Durva. Na, ez a kétnapos túra, az 80 rugat körülbelül. Na, a lényeg az, hogy fogtuk magunkat, a kis csapatunk, a gyönyörű ötös, mint az afrikai nagyvadak, kitalálták, hogy akkor elmegyünk egy másik plázába, ahol van ez az utazási iroda. Hivattunk magunknak egy gépjárművet, egy gyönyörű fehér busz érkezett, fekete műbőr üléssel. Majd mikor mondták, várjál, mennyibe kerül, az nagyon, nagyon jó meleg. Fejenként 50 pucujka, tehát 250 pucujkát fizettünk ki az útra. Kicsit a sofőr így bazsajgott, amikor beültünk és bemondtuk az úti célt. Ez szállodai busz volt? Ez szállodai busz volt, mert 850 méter után az emberünk így behúzta a kézifékot. Meg is érkeztetek. Megérkeztünk, csak mondom, a 250 pucuk az 6000 valahány száz forintot dobtunk ki erre. Finoman levettek benneteket. Picikét levettek. Igen. De akkor még mondtuk, hogy ennyibe kerül, nyilván hát most mit szórakozunk, fizessük ki, hát nem császkálunk a városba. Majd miután ezt a kis utazási irodás történt, meghekkeltük, mondtuk a jányokkal, mert igény volt rá, hogy mi bemennénk a City kellős közepébe, mert ott a piac. Ott van a helyi piac, és akkor menjünk be. A helyi őstermelők. Na most itt igen, a biopiac. A biopiac, igen, vagy mondom, hogy mit találtunk. A két nyuszi akkor mondta, hogy de hát akkor hívjuk a izét, a kocsit, meg minden, mondom, gyerekek, keressünk rá a neten, megnézzük, hogy merre van, azt besétálunk, nem olyan nagy ez a város. 1,6 kilométert írta, ahogy hívek, a GPS, amely Nováki nyuszi telefonjára volt telepítve, most figyeljetek, elkezdtünk menni az úton, és egyszer csak eltévedtünk. De hogy GPS-szel? Igen, mondom, hogy te Zsűr. Pedig azért az nem. Várjál, mondom, te Zsűr, nem kéne elővenni a telefont. Hülye vagy. Itt. Sehol senki. Aha. Tehát sehol senki. A négysávos út mellett gyalogoltunk. Átmentünk egy kereszteződésen. Mondom neki, hogy Gyula, kérlek, vegyük elő. Zsűr, nézzük meg, légy szíves. Mégis hol vagy? Merre kell menni? Nem veszem elő. Megölnek. Mondom, ki? Szivike? Sehol egy rohadt ember. Nézzük meg. Jó, visszagyalogoltunk 2 kilométert a kereszteződésig, majd tovább mentünk, és megérkeztünk a főpályaudvarra. Itt a másik Gyula, Horváth Gyula azt mondta, hogy gyerekek, mindenki nagyon közel egymáshoz, vegyétek fel a napszemüveget, ne nézzetek senki szemébe, ne nézz senki szemébe, érted? Majd én megyek elől. Na most az én megyek elől utat török, az a következő volt, 1 perc múlva csak a hátát láttuk a csávónak, mert elrohant a Horváth Gyula, ment előre, az volt a fedőszörű, hogy majd ő töri az utat, ő menekült. Tudta, hogy benneteket fognak bántani, és nem akart vegyülni. Ennyi. Látta, hogy ki a gyenge láncem. Most már senki ránk nem nézett, a következő volt, a vasútállomás mellett egy kilométeres szakaszon van egy betonkerítés. A betonkerítés azon oldalán, ahol mi mentünk, ülnek az emberek kint székekkel. Kicsi akkumulátor van, várjál, azért durva, mert az a helyi fodrászat, ugyanis arra mész, leülsz egy székre, van az embernél. Csináltatok fotót? Egy darab, szerintem. Ezt meg akarom nézni, mondta, ez jó. Mondta Gyula.
Előre vétszük a fényképezőgépet. Ne nézz a szemükbe. Ne nézz a szemükbe. Simítsd le a hajat. Ne nézz a szemükbe. Nincs nagy hajat. Fegyelvágás, fegyelvágás. Mondtam neki, hogy én így körbe ledúratnám a hosszú rész alatt, mert már kicsit meg... Hülye vagy! Meghalsz! Átvágja a nyakad a borotvá! Mondom, Gyula, ez egy elektromos borotva. Tehát nem izé, nem a fent borotva. Kicsit túlparáztátok ezt le. Kicsit haj. Levág a bajszodba. Mondom, hajírója van. De nagyon vicces, mert arra ennek az emberek leülnek, a nyakába kerít egy ilyen kis színes műanyagdarabot, és ott aksiról zzz, már be is indítja a hajvágót, és ott megcsinálja a frizurádat. Ebből van 50, így egymás után, kettes székekkel vannak, egyikbe ül a kuncsaf, másikban. Ez nagyon menő, ezt nagyon meg kell menő, nézni. Nagyon-nagyon jó. Na most, ha azt mondod, Jani, hogy rendezett a város, akkor ott nézd meg. Ha? Tehát a következő helyzet, egyrészt 50 kiló raszta hajat sodor a szél, mert ugye leesik a földre, a szél elhúlja. Más részt, pedig ami szemét van a városban, az valószínűleg mind ott koncentrálódik a kellős közepén a városnak, valamiért mindent oda. Hát igen, bizonyos részei rendezettek, igen. Ez itt, ahol igen. Mi vagyunk, mert ez egy ilyen kicsit jobb környék a szállodákkal, meg itt mindenféle plázákkal. De azért kicsit talán ott beljebb mész, igen, ott már azért vannak érdekes. Na ez a legbeljebb volt, a város közepe, és akkor mondtuk, hogy nyilván a piacot azért csak megnézzük, ha már ott vagyunk. A piac a következő féleképpen néz ki, emberek üldögélnek a földön, mindenki színesbőrű, micsoda meglepő, tehát mi öten voltunk, várjál, de hogy se, se közel se távol egy fehér ember, mi öten voltunk. Már kitalálom, Gyula, ne nézz a szemükbe! Köszönöm szépen! Megkalom én! Vedd fel a napszemüveget! Mondom, Gyula, nincs nálam napszemcsi. Ne alkudjál, rögtön fizess! Az alkudozás értés! Ne, milyen alkud? Várjál, hát nem lehetett venni semmit, mert mi megálltunk a lányokkal, volt nagyon jó kis pálcára fűzött húsi darabkák, azonosíthatatlan, mondom, én azért csak ennék egyet, van hasti fuszoltás. Biobiltong, meg volt ott, salátát kevertek, hát mondom, együnk már, kóstoljuk meg, hát Afrika íze, érted, nem a szálloda. Hülye vagy azonnal meghalsz, ne nyújj hozzá, már csak hozzáérsz, akkor is meg fogsz halni. És mi volt a másik módon? Ne nézz a szemüveget! Ne nézz a szemüveget! Meghűljünk innen! Akkor meneteltetek bámulva a GPS-t? De hol vagytok? Hát ott már... Leszegett feje, bara, 50 métert bara. Ott Zsül az alsó gatyájába tette a telefonját, mert ő szerintem még a ízéből is, a hátsó farzsebünkből is. Milyen pudingok vagytok? Na, a két felfedező, a két Gyula azt mondta, hogy majd ők törik az utat, mert sokan vannak, és ők futnak elől, ha menni kell. Utána jönnek a lányok, és én vagyok a végén. Tehát én voltam a lezáró, a hátvéd. Hát te voltál a hátvéd, igen. Nagyon vicces, mert van telefonjavító. Szóljatok, hogy ha bármelyikötöknek rossz a telefonja, egy darab fatuskó van letéve az út szélére, egy páka, egy elektromos forrasztópáka, és a csávó azonnal bont. Tehát bármilyen problémával oda mész hozzá. Elviszem neki a hatosomat, nézzem egy már. Nézzem, igen, néha egy picit akadozik. Igen, van egy kicsit, fagy az iosz-nyosz, csináljon már vele valamit. Szétpatintja a készüléket, és az az első, hogy beleforraszt. Tehát bármi van, ő az. Hát, hogy látványos legyen a művelet. Hát világos, valamiért el kell. Hát valamit javítson már rajta. Ezeket de szeretném én is látni, én pont ezért szeretem az ilyen világot, hogy ilyeneket tudsz még látni. Igen, az Európában nagyon kevés van, sőt, tehát ilyen egyáltalán nincs. Egyelőre ezt nem láttam, de ide elmegyünk. Imádom, ezért imádom Ázsiát is, mert ott is ilyeneket lát. Mert ahogy mi megyünk ugye befelé, mi mit látunk, hát mi is látunk helyi árusokat is, mert ugye hálóban árulják így egymás után, van a mango, a narancs, meg a tutti frutti, la natur. La natur is van. Őket is látjuk lányok. Egyébként, igen, már igen. Így vannak igen, és vannak köztük kedvenceink is. Igen, van a hormonzavaros Tina Turner, 570 kiló, ő a mamma, szerintem ő irányítja a lányokat. Szolid angolspárgában ül egy kis sámlin, egy fa alatt, igen, egy napernyő van, igen. Hát látszik, aminek és meglehetősen dús haja van, és ilyen kb. Így a fejétől ilyen minden két oldalt, ilyen 15-20 fokos szögben áll el a haja, egy oldalt, és ennél egy picit szélesebb a válla, a csípője még szélesebb, a combjairól nem beszélek, mert előszaszítjuk, hogy farönkök, és... Az döbbenet. És ő ül egy fa alatt, és várja a kuncsaftokat. Láttatok embert, aki megáll neki? Szeretik őket, úgy tudjuk. A magyar stábból ilyen, de hogy is. És most mondanám a neveket. Igen, és most mondanám a neveket. Nem, hogy 200 igen. Rand, hogyha esetleg. Igen, van egy kollega, aki már mindent megkérdezett, hogy a biztos, de nem biztos. Így van. Itt egyébként, tehát hogyha ott vagy kint, mi mondjuk csak mondom, a kocsiból láttuk még egy ilyen 100 méterről, de szerintem minél kisebb a távolság, annál indokoltabb a Gyulának a ne nézz a szemébe, ne nézz a szemébe, menj tovább, meg fog ölni. Igen, ezek a legveszélyesebb pontjai szerintem a városnak. Na most ehhez képest, ha ne nézz a szemébe, én mentem hátul, én ráértem, a menekülőkkel ugye nem foglalkoztam, mindenkinek oda nézel, nyugodtan, oda köszönsz nekik, mindenki halálboldog. Visszaköszönöm, hogy igen, este a veszélyes. Hello, my friend. Igen. Illetve, hogyha tudnál sisaul, akkor hallanál, hogy mondják egymásnak, ne nézzetek a szemükbe, ne nézzetek a szemükbe, fehér. Egyébként lehet.
A lényeg az, hogy elérkeztünk a piac végéhez, mi még ott a lányokkal próbáltuk mondani, hogy de hogy van néhány mellékutca, nézzük meg, ott még biztos árulnak valami. Ekkor már az a páni félelmet, ami a két Gyula arcán volt, de nem hiszitek el, gyerekek, a két nagy majré, komolyan, ott állt a horvát úr is a maga gyönyörű 100 kilójával, érted? Tehát nem volt ember, aki bennünket bántani mert volna. Igen, hát amikor az ember kisebbségbe kerül, akkor azért egy pillanatra, hogy rossz érzés tud lenni. Mert úgy hozzá vagy szokva, hogy mindenhol olyanok vannak, mint te. Aztán hát, körbenézés, sehol nincs olyan, mint te. Itt nagyon sokat számít a fellépés, de hát hogyha a legnagyobb ember, aki köztetek van a csapatban, nem annyira fellépésével tűnik ki mindig ám a rugalmas elszakadásával, ugye? Igen, akkor már vannak gondok. Akkor már nagy a baj. És elérkezett a pillanat, hogy hogyan jövünk vissza, mondta a Gyula, mind a kettő, a két nyuszi, hogy ide azonnal hívjuk azt a csávót, aki idehozott bennünket. Mondtam, hogy jó, és mit mondunk, hol vagyunk, cica fiú? Mit mondunk, igen, hol vagyunk? Itt vagyunk a vasútállomáson, a piacban, mondjuk neki. Oké, megszületett az ötlet, jöjjünk helyi járatos busszal. Logikusnak tűnik. Szerintem egyelőre nem látom a igen. Ugye? Ott az első néhány nap én is az utolsó éjszakaival akartam bemenni. Ott voltak a helyi járatos buszok. Most kétféle busz van. Van ugye a nagy busz, amit üzemeltet a helyi BKK, és vannak ezek a kis iránytaxik, ami arról szól, hogy van benne 6-8 ülés, tehát ez egy kis mikrobusz. Az emberünk elindul valahová, ahová az első utas kéri, és utána végig dudálja az egész várost. Mindenki tudja, hogy őt le lehet inteni. Így van, mindenki stoppol egyébként. Uh-huh. Igen. Ilyenbe beültünk, megkérdeztük, hogy mennyi hoz el, mondta, hogy ugye az első fuvarunk, azt mondta nektek, fejenként 50 pucujka volt. 250, nem? Az 250 igen volt. Ő mondta, hogy fejenként 10. Gyertek. Fejenként 10. Ez na, tipikus. Teljesen tipikus. Na, teljesen igen, tipikus. És itt esett le a tantusz. Itt esett le a tantusz, az a szerintem gyerekek kicsit megszivattak bennünket. Beültünk, egy nagyon helyes csávó volt, aki azonnal benyomott valami Tupac-slágert. Ó, Tupac-et hallgatott? Igen, na, ember, már szeretem. De embertelen hangerővel, és hát az eseményről videó felvétel készült, ezt Viktória próbálja megosztani az interneten, mert én igazi császár voltam a hátsó ülésen, rettenet mód élveztem a városnézést és a Tupac-slágert, úgyhogy ezt megmutatnánk majd nektek, meg fölrakjuk a netre is, hogy hogyan kell császármód utazni Dél-Afrikában. Te nagyon jól érzed itt magad. És én imádom. Feri táncol átsülésen. Én imádtam, nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy ez, így jöttünk vissza, és ezzel be is zárult a tegnap délutáni mókatár. Ti már ez a 3 nap alatt több mindent láttatok, mint mi. Hát így lassan ott tartunk, hogy igen, erre számítottunk egyébként, hogy nektek ugye van időtök, persze, helyes. 10-kor még azt mondhatnánk, hogy visszafekszünk aludni a reggeli után, itt kifekszünk a medence partjára, ha már itt vagyunk, ne nézzük meg. Úgyis megkéselnek előbb-utóbb nálateket, úgyhogy teljesen mindegy. Addig menjetek, amíg tudtok. Akkor kórházi bejelentkezés. Ma mi van belőve? Van valami? Hát ma szétesünk szerintem teljességgel. Én visszamegyek ide a kis botanikus kertünkbe, mert egyelőre nincs jelentkező, aki visszajönne velem a piacra. Uh-huh. Én ott akartam ebédelni. Egyelőre az van, hogy oda ne. Gyula, várja csak, mi a verdikt? Hogy Gyula, hát senkinek nem lesz személyben egész délután. Hogy miért nem öltek meg tegnap bennünket? Mit mondtál? Hogy azért, mert ugye a döbbenet miatt. De ha másodjára vissza... Konkrétan olyan volt, mint amikor bemenünk az oroszlán kettőzőbe, és oroszlán nem tudja, hogy mi történik körülötte. Inkább nem támad. Inkább nem jön. Igen. És mondta, hogy de ha másodjára megyünk, akkor biztos, hogy megölnek bennünket. Én azért kipróbálom majd ezt is, de egyelőre a mai napon. Hát nem melyik kötőket kapnánk el először? Gyulá teste. Gyulá, hát ideális, gyönyörű gazdatest. Igen, valószínűleg Gyulára mennének először. Na jó van, szakalandoztok, jó ez. Mert mennyi, menni kell, barátkozni, gyűjteni a barátokat, fotózkodni. Ugye, összeborulni. Összeborulni, igen. Mi is sokat barátkozunk, hát ugye akikkel mi találkozunk, akkor azok elsősorban a stábnak a részei, leginkább sofőrök a helyiek közül, és Balázs folyamatosan barátkozik örök. Ezt nem hiszem el, basszus, hogy 22-vel kell menni ezen a tetves úton. 22. Basszus, figyelj, basszus, szerzek egy autót, szerzek, de nem, egyszerűen nem hiszem. Figyelj, fékez! Hát ezt nem hiszed el. Hallod, bemegyek, és beszélek a gyártással, szerzünk egy autót, engem nem érdekel, itt van a jogosítvány. Figyelj, Jani, minden nap saját autóval fogunk menni. Oké, elintézem. Bemegyünk, az lesz az első, hogy megkeresünk. Nem hiszem el. Én nagyvérzés kapok. Egy következő, hogy 30 perces utat tegnap, 1 óra 10 perc. 1 óra 10 perc. Nem, forgalom volt, vagy csak nem. Van egy 20 perces betonút, meg egy 10 perces földút. A 10 perces földút, hát ebben semmi nincs. 30-35 perc alatt teszik meg, mert 10-zel mennek. Így van, kaptak egy ilyen verdiktet. Nem biztos egyébként, hogy ők kapták a verdiktet, mert hogy van egyébként a szélvédőre rárakva egy ilyen 20 kilométeres korlátozás. Cetli így a szélvédőre ragasztott, de lehet, hogy egyébként csak a szél fújta rá, tehát nem vagyunk benne biztosak, hogy egyébként ezt kaptál, és
egyszerűen nem hajlandók ennél gyorsabban nem. menni. És már nagyon... szólsz nekik, hogy le fogod kiesni az élőt, és neki van adva nekik a fősofőr kiért, hogy nem mehetnek gyorsabban. Szerintem még valószínűleg a buszra kell vigyázni. De most van olyan, amikor emelkedőn van, és egyenes az út, és nem gödrös, és semmi. Nem? És... mi történik? Tegnap majdnem kiszálltunk megtolni, hogy fölmenjünk-e, menjünk többet tízzel. Mondom, menj, szálljunk gyalog, menj, én legurulok pókjárásba. Én megül. Egyszerűen nem bírom. Fél órás az út, tényleg. Tehát nincs túlterhelve a kocsi? De nem, valószínűleg vagyunk benne ketten. Nem, ezt valószínűleg túl izgulják kicsit, és így már volt belőle feszkó, már a stáb se bírja. Szóval, hogy ezt tényleg, amikor egy fél órás utat, egy óra, tíz perc alatt teszel meg, már mindenkinek a haja kihullik. Úgyhogy aztán tegnap szóltunk a sofőrnek, hogy legyen szíves egy kicsit gyorsabban menni a földúton. Erre berágott, 140-nel jött a betonúton. Az, amikor kijöttünk a betonútra, gyakorlatilag nem láttuk meg, mondom, megnézem már, hogy mennyi a korlátozás. Így ment el mellettünk a tábla. És de szóval, volt hogy... miben hozni, mert 3-4 órát jöttünk a földúton. Igen. Tehát, hogy még itt sértünk ide egy órával előbb. Igen, igazából. De azért az már egy kicsit neccesebb volt. Szerencse volt egyébként, hogy kihalt volt az út, mert így kezdtük érezni, hogy a belső szerveink, így a gerincünkön keresztül távoznak hátul. Akkor meg úgy ment, mint az állat. Csak tehát, mondom, ez a két véglet van. Igen, közben megszólalt a telefonja. Megszólalt a telefonja, és Jani mondta, legjobb, hogy figyel. Nem hittem el, a csávó fölvette a telefonját, és nem vett észre, hogy kifelé vannak a gombok, és úgy fordítva tartotta. Mondom, én nem ülök egy olyan ember mellé, aki nem tudja felvenni a telefonját, és kifelé fordítva voltak a gombok. Az kifelé nézett. Nyomta, érted az ulut, és kifelé nézett a gombok, érted, és dühös volt, hogy nem hallja. Közben néha átmentünk jobb oldalra, mert hogy itt baloldali közlekedés van. Mondom, szólok neki, hogy menjünk már vissza. Átment a jobb oldali sávba. Kicsit ott fölhúztátok. Így van, itt este ültünk 8-an mögötte, de már szóltak hátul is, tehát ők nem akarnak meghalni. Nem, tehát, hogy valaki vegye már át a vezetést. Ő picit össze volt zavarodva, hogy melyik sávban kell elhaladnia. Valószínűleg valamelyik európai misszióban nevelték fel, ahol mondjuk a jobb oldal is ment. Igen, itt nem nagyon tudta betartani baloldal közlekedés. Közben mondom, telefonált, úgyhogy kifelé. Telefonált, igen. Telefonált, és ő valószínűleg azt mondta sisául annak, akivel beszélgetett, hogy beszél hangosabban, mert nem halad. Szóval vannak nagy csodák. Hülye magyar, hülye elegem van. Nem hiszed, és egyébként viszont ez a zenei kultúra, vagy ez a muzikalitás, ez nálunk is átjön rendszeresen, mindegyiknek más a zenei ízlése. Tehát amikor mi megjártuk például a Krügert oda-vissza, és oda-vissza, akkor 4 órán keresztül hallgattál egy Phil Collins válogatást, akkor azért már ott már én is nyitogattam a Victorinoxot. Igen, hogy most megölünk valakit, igen. Morning Show. A Klassz FM. Egy érdekes témára bukantunk, amiben már bele is vágunk. Rasszista előítéletre figyelmeztet az egyik elektronikus portál, mert szerintük a Tom és Jerry rajzfilm rasszista előítéleteken mutatja be a fekete házvezető nőt, és kiderült, hogy most már egyébként odaírják a Tom és Jerry részek elé, hogy hát bizony vigyázni kell, mert hogy ugye hát tartalmazhat, vagy tartalmaz rasszista elemeket. Ugye ott volt ez a fekete házvezető nő, ha emlékeztek rá, akinek soha nem mutatták az arcát. Így van, csak ugye? Melltől lefelé láttam. Bizony, aki számomra az egyik legszimpatikusabb szereplője volt a sorozatnak, hiszen rend a lelke mindennek alapon. Gyakorlatilag ő csak akkor került konfliktusba a két főszereplővel, amikor valamiféle zűrt csináltak a lakásba. Nekem ő tökéletesebb jött. Én nem éreztem ezt, hogy bármilyen szinten is alacsonyabb rendű lenne, mint a másik két főszereplő, sőt. Szerintem egyébként a táplálkozási lánc csúcsában ő állt legfölül. De mitől lenne ez akkor rasszista? Színes bőrű volt. De hát ő terrorizálta az állatokat, nem őt terrorizálták, nem? Nem a házvezetőnő. Ő terrorizálta a macskát állandóan. Már abból a szempontból, hogy a macska rosszat csinált. Amikor balhéztak, akkor mindig rendetlenség lett a lakásba, összedörtek mindenféle dolgot, és ettől kikészült szegény házvezetőnő, illetve takarítanő, és ez tökéletesen értett. Tehát akkor azért rasszista ez a sorozat, mert ugye a macska meg az egér ugráltatta a házvezetőnőt, aki egyébként fekete volt, és ezért állandóan csinálnia kellett, és a fekete, akkor viszont ez így rasszista, hogy egy fehér egér meg egy fehér macska ugráltatja a fekete házvezetőnőt? Ó, ez kicsit túlmutat. Nem, csak próbálom belegondolni. Egyébként ez Amerikában történt, és ugye azt írják most a Tom és Jerry epizódok előtt, hogy rasszista előítéletekre figyelmeztet. Tehát, hogy ezekkel számoljunk le, és ezeket számoljuk föl. Tehát, majd elindul a Tom és Jerry, ezt egyébként az egyik kábel szolgáltató teszi most akkurátosan minden Tom és Jerry elé, hogy rasszista előjelek vannak ebben a kis sorozatban, és mindenki figyeljen erre oda, mert hogy ők ezzel szeretnének egyébként leszámolni. Hát én meg a macska kedvelők, meg macska barátok nevében kikérem magamnak, hogy a Tomot folyamatosan hülyének állítják be. Mert hogy ő az egyébként, mint aki a rövidebbet húzza. A macska egérharcból. Ő full hülye. És én meg ezt kikérem magam, macskák egyáltalán nem hülyék. Nem azok, mi? Nem, így van. Nézd, mondjuk én ilyen előítéletekkel foglalkoznék, és mutatnának állandóan egy fekete, nagyfenekű, gonosz nőt, aki terrorizálja az állatokat, én is felszólalnék. Egyrészt hol a feje?
Tehát nincs, hogy 300 részben egy nőnek nincsen feje, nem? Jó az ötlet, a sima bőrűnek sem mutatták. Popsi, jó, de hol vannak a mellek? Nem, a melle még látszik néha. Igen. De a melle egyébként látszik, de hogy a fejét soha nem mutatták. Egyrészt fej nélkül mutatták ugye ezt a fekete háziasszonyt, kettő néhány Tom és Jerryben egyébként narancssárga a lába, tehát azért itt már vannak ilyen átvett hamisított Tom és Jerryk, ott azért ez elég melanoma. Harisnya van. Vagy harisnya van rajta, igen, mert a karja közben nagyon fekete. De hogy, tehát én egész egyszerűen nem értem, szerintem ez túlzás, nyilván. Aha, de akkor valószínű ez van, hogy a Tom és Jerry az, aki rasszista. Aha, ők ugráltatják, igen. Ők ugráltatják. Igen. Azért ez egy komoly előítélet, nem? Hát ez nagyon komoly. Én szerintem így cirka 384 Tom és Jerryt láttam eddig életem során. És milyen a házvezető nőt színes bőrű? Tessék. Figyelj, na, ugye? A legkevésbé se érdekelt és jutott eszembe soha, de tényleg nem, hogy itt bármiféle ilyesmi, ilyen dolog lehet a háttérben. Egyáltalán nem. Sőt, mondom, én egy picit így kikértem magamnak, hogy mindig Tom húzza a rövidebbet. A házi azt még tök szimpatikus volt. Annak ellenére, hogy sose láttuk a fejét. Igen. Hát, talán jobb is nekünk. Igen, nehéz elképzelni, igen. Azon gondolkoztam csak, hogyha ugye neki házvezetőnő volt a foglalkozása, ugye? Tehát házvezetőnő volt, takarítónő volt, ugye? Igen, és adatrögzítő, de azt nem mondták. Azt ritkán mutatok, hogy leült egy Mac-kel, és akkor ott elkezdett adatot rögzíteni. Hogy ha még neked ilyen munkád van, és az egész onnan indult ki, hogy az Amazon azt mondta, hogy ezért rasszista elemeket tartalmazhat, és ezért felhívja mindenkinek. Ő egy harcos hölgy? Nem. Hogy ugye egy olyan munka, amivel te előítélettel rendelkezel. Tehát azt mondod, hogy a házvezetőnő, aki ráadásul fekete, akkor ez rasszista elemeket tartalmaz. Hogy akkor nyilván mindenki fejében élnek azok a foglalkozások, amivel kapcsolatban neked van előítélete. Vagy vannak sztereotípiáid. Vagy sztereotípiáid vannak. Minden hentes dagat. Cáfod meg. Én nem láttam még sovány hentes. Van egy csomó. Ők még a kezdők. De nem is erre gondolok, hanem hogy hány olyan foglalkozás van, amit te úgy végzel, hogy az emberek többsége gondol rólad valamit. Mert szerintem baromi sok. Tehát az olyan típusú foglalkozások, ahol te neked úgy kell munkába menned, és hosszú-hosszú éveken keresztül csinálnod azt a bizonyos munkát, hogy az emberek nagy többsége határozott képpel rendelkezik arról a foglalkozásról, és gondol rólad valamit. Hogy bunkó vagy, büdös vagy, hogy ápolatlan vagy, hogy neveletlen vagy, hogy úgy bánsz az emberekkel, hogy átvágod őket, hogy te biztos hazudsz. Értitek, hogy mire akarok kiukadni? Hogy az emberek nagy többsége szerintem, vagy legalábbis egy jelentős többség, olyan munkát csinál, amiről a többi ember egyébként gondol valamit. És azt hiszi, hogy ha én beülök hozzá, ha elvisz akkor engem, ha tőlem lesz. Megveszek valamit, vagy beülök az autójába, vagy mit tudom én, milyen foglalkozások vannak, mi majd mindjárt összeszedjük, akkor biztos, hogy ez történik velem. Így van. Nem? Ez egy érdekes dolog, és te próbálod ezt felszámolni, mert te mondjuk normálisan végzed a saját munkádat, de vannak bizonyos emberek, társaid, akik okot adnak az előítéletekre. És ha például egy 3 diplomás ember jelentkezik nálad takarító nőnek, Akkor, szerintem a takarító nőknél még kevésbé vannak az előítéletek. De akkor arra azt is mondod, hát itt ugye a házvezető nő az a példád van. Az igen, de nem, szerintem rájuk kevésbé lehet sztereotípiákat mondani, tehát mondok egy-két foglalkozást. Mindjárt, hogy mire gondolok. De hogy össze kéne szedni azokat a foglalkozásokat, és írjanak nekünk olyanok, akik az ő szakmájukban ezt kifejezetten érzik, hogy előítéletekkel állnak az emberek hozzájuk. A legnagyobb közhelyeket tudom mondani, de aztán mindenkinek elindul majd úgyis az agya. Hát Tibi szerint például ugye a minden benzinkutas úgy beszél, hogy De igen. De azt nem mindenki csodálkozik, hogy beáll a kútra, és egyébként teljesen normálisan beszélnek szépen artikulában, magyarul, ahogy kell. Na, szedjük akkor össze. Tehát ott vannak például ugye a portások. Bizony. Igen. Vagy a BKV ellenőr. Vagy a taxisofőr. Minden portás kiskirály. Minden tehát egy olyan szakmában dolgozol, ami azonnal tesznek téged valahova az emberek, és azt gondolják, hogy te egy kiskirály vagy, aki egyébként azért nem nyitott fel a sorompót, mert neked az a kis birodalmad, az a te kis portád, és te ott eljátszott, hogy akkor most te vagy a mindenható. Egyébként a portások 80%-a tulajdonképpen sajnos ilyen. Na most ebben a pillanatban esünk bele mi is az előítéletekbe, ugye, hogy ezt kimondtam, hogy a portások ilyen? Jó. Sokszor ilyenek. Vagy a BKV ellenőrök. Akikről azt gondolod, és szegények úgy dolgoznak, de közben valójában ilyenek vagy nem, hogy a BKV ellenőr büdös, szájszagú, rosszul öltözött és bunkó. És kötözködő. És kötözködő. Én más szakmákból is ismerek ilyeneket. De jó, hogy közben lehet, hogy te egy normális BKV ellenőr, és ezt hallod egy rádió műsorban, és most senkit nem akarunk megbántani, de vegyük át a sztereotípiákat, mert szerintem nagyon érdekes. Portás. Portás. A biztonsági őr, ugyanez. Figyelj.
ugyanez. Jó napot kívánok. Van hol lesz a sét, a belépőkártyát kérném szépen. Félfogadás. Minden hétfőn, szerdán és pénteken. És látod 16 rajta. 16 óráig, 4-5 van. Hova tetszik menni? Jó napot. 4-5 van és kedd. Így van. Igen, tehát ő ott abban a helyzetben király. Tehát, hogy azért ezen sztereotípiák, és mindjárt összeszednünk még egy csomót, valójában igazak. Tehát nem alakul ki úgy, hogy egyébként ne gondolnál azt egy taxisofőrről sokszor, hogy átvág. Hogy lehet, hogy téged átvág, hogy máshogy megy az óra, hogy egy kicsit bunkóbb, hogy egy kicsit... Érted? Aha. De közben hány kultúrált taxisofőr vagy, aki normálisan beszélgetsz vele, nem vág át, korrekt, nagyon sok, sőt egyre több. Hány százaléka annyi egy szakma képviselőjének, amiből a sztereotípia kiindul? Na ez az. Hány, tehát, hogy mennyi kell ahhoz? Van 100 taxisofőröd, és ebből mondjuk 50-nek kell bunkónak lenni? Nem, hát az még akkor 50-50. Az még nem jó. A minimum 60. 60, és akkor 60-nál már elkezdjük azt mondani, hogy az összes taxisofőr átvág benne. Hát a tapasztalataid alapján mondod nyilván, meg egyszerűen ez a kép róluk. Szerintem a magyar taxis társadalom soha nem fogja tudni ezt levetkőzni, mert jön egy hiéna és jön 100 normális, és annak az egy hiénának elmegy a híre, hogy átvágták, és még mindig azt gondolja mindenki a magyar taxisokról, hogy mekkora nagy bunkó. Látod, meg átvágnak... egy megváltoztatta, egy ember, nem 60%, egy ember. Közben pedig most már azért. Mondjuk ez rendszeres tapasztalat kell, tehát hogyha mit tudom, hogy kétszer, háromszor megéled ezt, akkor oké, okay, működik, de egyszer nem. De hogy mi fogja ezt lerombolni, mert közben egyébként már nem ilyen. Mi most? Mi most, igen, de hogy normális taxiba ülsz, nem vágnak át, egyenáras a dolog, kulturált, nem cébéznek, nem hangosan. Csak a pozitív tapasztalat. Egyébként ez is javul. Uh-huh. Na tessék, mindenki mondja még foglalkozásokat. Boltos. Boltos? Eladó, tehát eladó, aki ugye nem szimpatikus, nem érdekli, hogy te unatkozik. Vagy a vevő, unatkozik és telefonál. Boltos ez. És modortalan. És modortalan, így van, és nem segítőkész. Így van, ez és alig várja, hogy kimenj a boltból. Tehát az eladóra gondoltok, igen, aki bemész, és nem tudja, hogy te vagy a vevő, rohadtul igen. Unatkozik, legmán néz rád, és gyűlöl téged, hogy te bementél, nem? De közben igen. Vannak normálisak vannak, is. Vannak, csak hogyha azt mondod, hogy most ugye tipizálni kell, akkor az eladóra a igen. Magyar ember ezt mondja, hogy így néz ki, nem érdekli a vevő, undok, nem akar neked eladni semmit. Igen. Tessék, mondok, hogy fodrász, mi jut eszetek be a fodrászról? Dumagép. Ugye? Aha, igen. Az összes fodrászról azt gondolod, hogy pletykagép. Igen. Nem így van? Igen, semmit nem. Hogy nem tudsz neki semmit elmondani, mert biztos, hogy kidumál. Ahogy kiteszed a lábad, azonnal beül a másik delikvens, tudja, hogy egyébként hogy csalja meg a feleségét, mikor megy a szeretőjéhez. Az... Jaj, Balázská, annyira örülök neki egyébként, hogy most nyilván második gyerek, olvastam a Smolcán magazinban. Hallod? Nem tetszik egyébként, hogy mennyibe állaltatok még egyet, nem, nagyon sok egészséget kívánok. Ő férfi vagy nő, csak kérdez. Ő a szép ismeri a férfi vadászomat, valójában így beszél. De tényleg ilyen? Tényleg ilyenek. Igen. Tehát azt gondolod róluk, hogy az ő szakmájukat tényleg... És végigbeszél az egészen. A szabók, fodrászok minden titkok őrzői. Uh-huh. Mindenkiről tudnak mindent, aki beül, és ezt el is mondják na, másnak. Na, ezért eszem a fiatal vét, és én picit őszbe csarrattál, de mindegy, hogy eltűntjük ezeket a kis hajszálakat, így nem fog most ingyenek átvonni a következő fotózásra. Hallom, mentek így nyomod a dzsungelbe, és jaj, de jó lesz, mindenképpen nem is fogadjuk az egész családdal együtt. Tehát tulajdonképpen kiderül, hogy az összes foglalkozás lehet egy kicsit tipizálni. Nem így van? Igen. Ugye? Lehet. Jó napot kívánok! Görcsbe rándult a gyomromba. Adom az egészségügyi doboz. Na, ki vagyok? Jó napot kívánok! Láthatósági mellé itt van. Ne? És közben nem ilyenek már szegények. Hát ez rajtuk ragadt. Jó napot kívánok! De hányszor átéltük ezt? Nem most fiatal, igen, amikor fiatalabbak voltunk, mert akkor ment ez az a 50 pluszba terrorizálták a lakosságot, az idősödő szemét rendőrök, ugye? Akik jó hát napot igen. Kívánok, és már görcsbe rándult a gyomromba. A legtöbb fiatal és normális. Jó napot kívánok, pocakörmester! Tudod, odajött, és akkor rögtön elkezdett vegzálni, és picit élvezte. Igen. Látszott rajta. Ez is teljesen tipikus. Írjanak majd olyan hallgatók, nyilván abszolút foglalkozunk majd az SMS-ekkel, írjatok nekünk, hogy ki hogy próbálja ezt lerombolni. Tehát ki mivel találkozik a saját szakmájánál, mert lehet, hogy egy csomó olyan foglalkozás van, amelyekünk eszünkbe se jut, ahol érzi, hogy tulajdonképpen tényleg van előítélet az ő foglalkozásával szemben. Tehát például, mit tudom én, kevéssel találkoztam, de látom a szemükben az őrületet, ilyenek a boncmesterek. Igen. Én nem láttam még olyat, hát azt nem is lehet más akiben ne lett szerintem. Volna valami őrület. Vagy egy nagyon jó interjú, most olvastam nemrég, pont egy híres magyar boncmesterrel, és látod rajta. Látod rajta, hogy valami nem stimmel. Hogy, de várjál, tehát az, hogy... Hogy kattant. Tehát, hogy nem hogy normális. Hogy nem, tehát a kicsit ember, nem normális. Akik elmennek és ilyen munkát végezek, ez kicsit defektesek. Hogy valami van.
Aha. Igen. És a rántott húst is szikével vágják. Hogy most, ne. De ugyanazzal a szikével. nem teljesen erre gondolok, de így van. Nem? Szerelők? A szerelőkről nekem nincs. Én a szerelőkről nem gondolok. A szerelőkről nők gondolnak, Feri. Hogy, ja, igen. Ne, hát hogy hányszor hallottunk olyat, hogy kijön, és akkor ajjajjaj. Az nekem nem annyira tipikus. Tök érdekes, hogy három közül szerintem kettőnknek ez rögtön beugrott. Ahogy azt mondta, hogy szerelő, nekem abban a pillanatban, tudjátok, mi jutott eszembe? Kijön egy ember egy kék kezes lábasban, és beletörli az olajos kezét két oldalt a zsebeibe, és azt mondja, hogy hát ez nem lesz olcsó. Ez nekem nem elsőre az, hogy szerelő is beugrik. Mert neked hogy... nem mernek így. De nekem engem néznek igazán pénzesen. Ja. Nálam minden azonnal csere, azonnal elromlik, és azonnal legújabbat. Én mindig mondom, hogy figyelj, nem lottom. Nem beted még észre, hogy abban a szervizben egyébként csak te szoktál lenni? Azt már neked építették. Nálam úgy indul, hogy 30%-kal bármi drágább, amit én veszek, vagy amit hozzám hoznak, és már azért vannak kiépített vonalaim a szerelőknél, minden hűtőgép, mosógép, mindig fix emberekhez nyúlok, mert tapasztaltam, első 5 évben 20-30%-a minden drágább volt. De az igen, olyan a szerelő? Nálunk igen? Igen. Hát nála nyilván nem, mert tudja, hogy nagy lóvé áll a házhoz. Tehát nálunk minden kedves, csere. Igen. Kedves Balázs, hát csere. Ugyan elromlott, de itt van a vadonatúj termékünk. Meg tudja most venni. Jobb, mint az eredeti. Igen. Tessék, mondok még valamit, én szívesen lovagolok rajtuk. És sokszor bántom őket. Csak nyögtél. Kettőre tudtam volna tippelni, de az egyik személyeskedés lett volna. Nem tudod, hogy mindent kiürök. Informatikus. Aha. Mit gondolsz tök róla? Van. Azt gondolod, hogy 0-24 órában egyébként a gép előtt ülő, kicsit gátlásos, szemüveges, rövidlátó, zárkózott ember, aki bitek, bájtok világában él, azok a hackerek. Ja. Nem tud megcsinálni magának egy rántottát, egy kiló kenyeret megvenni, de ha azt mondod, hogy törzs le, uh-huh. elromlott a gépem, csillogó szemben. És ehhez képest mi a sztereotípia? Ezt így gondolom. Ja. Nézzük a sztereotípiákat, és most a véleményemet. Szegények. A nőkkel kicsit zárkózottak, gátlásosabbak, a való életben a kicsit mizantrópazösszes. Virtuális szexben nagyon jó, normálisabb emberi kapcsolatra kevésbé képes, gátlásos, zárkózott palik, akik egyébként 40-esek, pornófüggők. És mindegyiknek egy nagy kapacitású pendrive lóg a nyakába. De ne, mindegyiknek van pendrive. És azt mondod, hogy mi vagy te informatikus, és azt mondod, hogy tudod, a pornót néző, gép előtt ülő, valószínű... Már veszed is elő a holtát, hogy kapcsolatot teremtsél vele. Titokban sokat maszturbáló emberek, akik egyébként így élik le az életüket. Én nem vagyok informatikus. És ki mondta, hogy titok? Tudom, most tegnap utaztunk... Kiáll az ablakba. Tegnap utaztunk a buszt, mondom, Jani, tedd már el. Így van. Igen. Jani, léces 8-an vagy. Valaki oda csukta a kabátja szárát az ajtóval, nagyon csattog valaki. Igen. Szóval, de nem ezt gondolod szegényekről? És közben teljesen normális életet élő, a számítás technika világában jól mozgó, hétköznapi emberekről van szó, akik jönnek, mennek, sportolnak, és nem a gép előtt ülnek 24-et, és kimondod, hogy mi vagy te informatikus. Tehát nőnek azt mondod, hogy informatikus, az a nő nem akar veled randizni. Ennyi. Mert nem kíváncsi egy informatikus, mert azt gondolod, hogy tök unalmas élete van. Állandóan élt vasalni a melegítőn a drágomban. Dögunalmas élete van, dögunalmas az egész, informatikus, Jézusom, ugye? Szegényeknek ezzel kell megbirkózni, és mondjuk egy nőt levenni a lábáról, hidd ne, nem csak bitek, bájtok, meg enkor, meg nem tudom mi. Letöltöttem neked az új sorozatot. Hanem ez egy normális munka, és egy normális életet élek, szegények. Meg ráadásul nem keveset köszönhetünk nekik. Például a Torrent oldalra. Ugye? Igen. Na, jól van, drága hallgatók, írjatok nekünk, jó? Azon foglalkozások képviselői írnak elsősorban egyrészt, akiket felsoroltunk, hogy valójában érzik-e. Hogy próbálnak ezzel leszámolni? Taxisofőrök, zöldségesek, bolti eladók, informatikusok, BKV ellenőrök, buszsofőrök, sajnos mindenki gondol róluk valamit, sokszor nem biztos, hogy jót. Próbálnak ezt egyáltalán leszámolni, mennyire zavaró ez az előítélet, és tényleg érezhető-e, hogy az emberek úgy közelítenek hozzájuk, hogy már egyfajta prekoncepció van. Nagyon érdekes témát boncolgatunk, méghozzá azt, hogy a legtöbb munkával kapcsolatban van egyfajta előítélet, és ha hallunk bizonyos foglalkozásokat, akkor azonnal gondolunk valamit arról, hogy aki abban a foglalkozásban dolgozik, az tulajdonképpen milyen lehet, nem? Ha valaki informatikus, vagy mérnök, vagy takarítónő, vagy ápolónő, vagy BKV ellenőr, vagy sofőr, akkor azonnal teszed valahova, és arról beszélgetünk, hogy milyen nehéz lehet ilyen előítéletek közepette dolgozni egy adott munkakörben,
Mert hogy tényleg az ember úgy működik, hogy megkérdezed, hogy mi a foglalkozásod, és elképzeled valamilyennek azt az embert. És aztán persze nyilván kiderül, hogy ez nem mindig van így, mégis azonban foglalkozásokra lebontható előítéletekkel kell leszámolnia mindenkinek, és van egy-két kiemelt foglalkozás, az, ahol aztán abszolút érvényesek az előítéletek. Hmm. Nekem egyébként ez ilyen, tényleg már ugye nem említettem, de a hentesek. Tehát amikor nekem azt mondja valaki, azt a szó mondja, hogy hentes, hogy meghalom vagy olvasom, nekem abban a pillanatban eszembe jut egy ilyen jóviális külső, egy kicsit ilyen Benke Laci bácsis úriember, 50-es alkarral, ami iszonyatosan szőrös. Van egy ilyen kis előke. Látszik, ami, hogy vegás vagy, picit, rég volt picit, a hentesnél. Picit foltos, picit koszos ilyen kis előke, iszonyatosan széles mosoly, kicsit szederjes arc, és akkor ők a hentesek. És megnézhetnek is, mi? Vérsek is. Állandó részegek. De hogy én... Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink, hogy kinek milyen előítélettel kell leszámolni. Takarítónők vagyunk, rólunk azt gondolják, hogy igénytelen tramplik és buták vagyunk, szoktak is rajtam csodálkozni, smink, haj, mindig oké. Okay. Az, hogy okos vagyok, azért az túlzás, de nem vagyok buta. Írja nekünk egy hallgató. Kamionos vagyok, igazatok van, igenis élnek a sztereotípiák, az emberek szeretnek embercsoportokat általános rossz jellemzőkkel felruházni, imádunk titeket, kölyök a kamionos. Nincs a kamionos. Hát a kamionos... Megáll az útszélén a lányoknál, egy, kettes. Megáll az útszélén, megy, egyszerű, kicsit butácska ember, aki megy, vezet, semmi dolga, bárki meg tudná csinálni, kicsit pocakos, nagy darab. Pocakos és hálótrikó van. Ritkán látja a családját, igen. Ugye? Ritkán látja a családját, de ennek örül. Közben nem örül, nagyon szenvednek ettől, sokkal többet lennének otthon, csak akkor viszont a családé elhalna. Tehát szegényekre is sok mindent mondanak, ami aztán abszolút nem igaz. Írta nekünk egy informatikus hallgatónk, hogy a leghosszabb kapcsolatom egy 4 gigás ADS-sel volt. Legyen jó. Úgy de jó. Na, itt rá is tápolt rögtön a hallgatásra. Igen. Adóhivatali dolgozók. Szerintetek mi rólunk a vélemény? Mi a végrehajtáson dolgozunk, de nincs se korbács, se kaloda a pincében. Szép napot. De hát meghallod, hogy valaki az adóhivatalban dolgozik, azonnal a pokolba kívánod, és azt gondolod, hogy mindenkivel ki akar szúrni, és egy rohadék. Közben nyilván nem így van, csak a munkáját végzi. Mondjuk én óvatosan válaszolnék erre a kérdésre. Igen. Hogy szerintetek milyenek vagyunk. Nagyon jó fejek. Nagyon drágák, igen. 30 milliós traktort kezelek. Mégis azt mondják, hogy hülye traktoros. Ugye? Ez is milyen érdekes. Mit csinálsz? Traktorvezető vagyok. Na nézd a paraszt. Ugye? Ezt mondják. Közben nem így van. Hát azért, mert valaki traktoros, olvashatsz, érdeklődhet dolgok iránt, 30 milliós traktort vezet, hogy milyen hülye sztereotípiák ezek de valójában. Azért, mert nem? 30 milliós a traktor, vagy 1 milliós, az nem mindegy. Ülj be le, el se tudod indítani. Hát semmi fogalmad nincs, emlékszel, amikor kitelepülésünk voltunk. Persze. Se tudtad, mihez kell nyúlni. Igen. Ausztriában Bécs mellett szemetes autóval járok, itt is élnek a sztereotípiák. Először nagyon szégyeltem, de ma már nem váltanék semmi pénzért, írta nekünk Tomi. Én benzinkúton dolgozom sokadik éve, de nem telik úgy el nap, hogy ne hallanám, na, mennyibe kerül egy csepp benzin? Ezt Arnold küldte nekünk, itt is működnek a sztereotípiák. Az én férjem hente 193 centi magas, szikárizmos, rendkívül olvasott és kényes a szakmai tisztaságra. A ránézésen nem néz ki hentesnek. Ha a férfival beszélek és megkérni, mi a férjed, kettőt hátralépnek és rövidre zárják a beszélgetést. Milyen érdekes. Mit csinál férjed, hentes? Akkor ugye? Te is beválasztottál azzal. Hát, de tipikus szegény biztonsági őrök. Hát hány olyan van, aki egyébként között csak nálunk a klasszban néz meg, aki közben egyébként egy angol szótárt látsz nála, aki olvas, aki folyamatosan képzi magát. És megkérdezi, ki hagyta el? Na, jó, most legalább sok nem vagyunk feljönni. Ott, próbáltam egy kicsit felhozni őket. Nem, én látom, van egy fiatal srác benn nálunk, mindig különböző szótárokat forgat, tanul, spanyol szótár, angol szótár, és látod, hogy képzi magát, mégis biztonsági őr, na a bunkó biztonsági őr. Sokan ugye? Egyébként a biztonsági őr szakma tipikusan egy olyan mellékpálya vagy oldalvágány, ami a bekkelésnek az egyik legjobb formája. Egyébként ez is igaz. Ez is igaz, hogy róluk azt gondolod, és sokszor így van, hogy lusták, jó az nekik, ülnek 8 órát, nem is akarnak többet, nem is vágynak többre. A kicsit alibizve üldögélnek. Igen, sokan így is élik meg valójában, ebben is van igazság, persze. Informatikus vagyok, a lányoknak általában felcsillan a szemük, amikor a pénztárcámra gondolnak, és igazuk van. Aha, na, tehát, hogy jól keresnek. Igen. Józsi vagyok, dugulás elhárító. Senki nem akar velem kezet fogni. Gondoljatok bele, hogy ez nem is milyen, mert azt gondolod egyébként, hogy aki ül a szarban, bocsánat, és hogy biztos, hogy nem ad a higiéniára, csőgörényes, biztos, csupaszom. Nem így van? Igen. Azt mondja, hogy kesztyűt is használok, és csőgörényt, felháborító, amit ilyenkor érzek. Gondold el, hogy nem fognak vele kezet. Ugye? Hogy működik ez a dolog. Érdekes szerintem ez a téma. Jogászként egy akármilyen magánvitában csak egyetlen egy észérvet felhozok, rögtön jön a válasz. Ja, csak jogásszal ne vitatkozzon az ember. Ezt Rita küldte nekünk.
Egy fontos sztereotípia még kimaradt, a gépészmérnök. Értelmes, jó fej, kollegiális, és remekel az ágyban, üdv Gábor. Oh, és szerény. Gábor azt elfelejtett, hogy szerény. Igen. Tímea vagyok, 8 éve, zöldséges. A bemutatkozásnál elmondom, mivel foglalkozom, az tudja, hogy 10 emberből 8 megkérdezi, hogy szoktam-e játszani a kígyóbival vagy a banánnal. Ugye, milyen hülye sztereotípiák, te jó Isten. És? Írd már meg, hogy mit csinálsz. Igen. Azt észrevettétek, hogy leginkább a férfias szakmákat tipizáljuk? Tehát, hát hogy nem, hát ez ápolónő. Ja, az ápolónő. Ápolónő. Hát sokkal több. Óvónő, hát mit gondolsz róla? Sokkal több férfi szakmát soroltunk fel az elmúlt egy órában. Stewardess, stylist, azért nagyon sok olyan van. A stylistok 80% ezeket melegnek gondolod, és nem érted, hogy miért nyilatkozik mindegyik stylist. A férfi stylistot. Egy rohadt sállal a nyakába. Miközben ez minimum 90. Igen. A férfi stylist. A férfi stylist. De miért az ápolónő, a stewardess, az óvónő? Hát azért ezek női szakmák. Hát ez nem? Igen. Ez három, és felsoroltunk 30 férfit eddig. Igen. Férfiasabbat. Uh-huh. Ott van az ápoló, ott van az óvónő. Mit gondolsz róla? Egyébként egy olyan szakmát csinál, amihez mindenki ér. Nevelet, gyereket nevelni bárki tud. Ráadásul az én gyerekemet nem mondja már meg, hogy neveli. Majd bárki jobban tud, tudom, de ő ne nevelje. Bárki tud, de ő egyébként valószínűleg nem neveli jól. És egyébként meg nem olyan nagy ügy 30 gyerekre vigyázni. Állj be, csináld meg két napig a hajat kiúl. Ráadásul a felelősség igen, és az igen. alulfizetettség. Na most ez egy más tészta. De nem ezt gondolod? De igen. Ugye? Igen. Közben én egy nagyon szép hivatásnak gondolom, és nagyon értékes, hát nagyon fontos hivatásnak sok szülő elfelejti, hogy ő neveli a te gyerekedet. Ugye? És hogy mennyire hálátlanok a szülők, egyébként jó, csak egy buta óvónő. Ja, pedig még ráadásul jót is akar, amikor neked próbálja elmondani, hogy mi van a gyerekeddel, hogy otthon is még tudj vele dolgozni. És közben pedig mennyire sokszor, nyilván vannak kivételek, de hogy hányszor valójában mennyire értenek a gyerekekhez, nem? És milyen jó. Uh-huh. Ugye a legismerőbb jelző velük kapcsolatban az a pótmama, szerintem. Tehát, hogy az óvónő az tényleg az anya helyett anyja a nap egy bizonyos szakában annak a gyereknek. Igen. Igen, itt az SMS, nézd, az óvónő is hülye mindenki szerint. Gyereket nevelni bárki tud, egész nap csak bletykálnak, és közben 21 gyerekre vigyáznak. Egy óvónő írt ebben a pillanatban. Igen, érdekes. De tényleg ezt gondolják. Biztonsági őrök, róluk beszéltünk, ez szintén nem lehet könnyű. Mi helyzet a műsorvezetőkkel? Semmire kellene naplopók, igen, akik a kapcsolatoknak köszönhetik, hogy beülnek egy mikrofon mögé, én is tudnám ezt csinálni. Napi 4 órában csak el rihi-röhíznek, aztán hazamenek és felmarják érte a hatalmas suskát, kb. Ez ne írjátok meg. Igen, általában ez az én is tudnám csinálni, nem egy igazi foglalkozás, nem kell hozzá egyébként valódi szakértelem, bárki, aki oda el tudja mondani, bárki tud egy műsort fejben összetenni, szerkeszteni, ha engem oda teszel, tudok mondani, értek ehhez a szakmához, ugye? Bárki megcsinálja általában velünk kapcsolatban, ez a sztereotípia. Igen. Á, meg az, hogy nagyképű, meg minden, de most azt arra én adok okot. Tehát... Hát ez ennyi. Veszed. Jó, de én megpróbálom visszabillenteni a mérleget, hiszen én kőproli vagyok. Igen. Takarítónő vagyok, közben felsőfokú pénzügyi szakügyintézőit végeztem, írja nekünk egy hallgató. Villamosvezető vagyok, mindig jönnek azzal, hogy na, a hülye ampertolvaj. Micsoda! Az mit jelent, hogy a munka végén, amikor nem nézel, senki egy akkumulátorban letölt valami? És izét, ha... 120 milliós permetezőt kezelek, mégis mindenki azt mondja, köcsök traktoros vagyok. Ugye, hogy mennyi sértettség van azért az emberekben a szakmájukhoz kapcsolódva, szegények, amit éreznek, és egyébként 30 évig úgy csinálsz, amit, hogy mindenki úgy gondol rád. De talán ez az adás, vagy ez a fél óra azért megvilágítja azt, hogy ez nem egy általánosan elmondható örökérvényű érv, ami mindenkire igaz, nyilván. Igen, szerintem ezek az előítéletek leginkább azokból jönnek elő, akik vagy köszönő viszonyban sincsenek ezekkel a szakmákkal, vagy a szakmák képviselőivel, vagy pedig csak így szegről végül időnként összefutnak velük. Hát tehát, vannak azért például... olyan szakmák, ahol erre okot adnak, tehát hogy minden, amiket soroltunk, szerintem sokszor igaz. A biztonsági őr, nem? A taxisofőr, a BKV, tehát hogy azért ennek van oka, hogy ezt mondjuk egy szakmáról, vagy a szakma képviselőjéről szerintem, nem? Nem az, hogy felszínesen ismerjük őket, tehát találkozol olyannal. Taxisofőrrel, aki átver, de BKV ellenőrrel. Na, és akkor ez utána szúgódom. De több a jobb tapasztalat. Morning Show. A Klassz FM-en. Kapaszkodjatok meg, a következő a helyzet, hogy ugye mi a három kultúrára és versekre nyitott férfi, egy olyan dologba fogtok most belefutni, ami a 9. osztályos magyar nyelv és kommunikáció tankönyvben van benne. 9. osztály, ez ugye akkor 15 évesek gyakorlatilag, tehát ez gimnázium első megfelel meg a mi régi szocialista agyunkban, a Jani valahogy te szoktál volt fogalmazni. Neked már nyilván mond ez valamit, hogy 9. osztály, nekünk ez még ugye a gimnázium egyes. Lackfi Jánosnak hívják a költőt, és állítólag ő egy nagyon népszerű, nagyon komoly
művekkel rendelkező fiatal ember, aki belekerült a 9. osztályos magyar könyvbe, idéznék a versből, szeretném, hogyha segítenétek rajtam, mert én nem értem. Egyrészt azért nem értem, mert már 44 éves vagyok, ez fiatalok nyelvezetén íródott. A feladat a következő, milyen jellemző képzőket használ Lackfi János Véletlen című versében? Így kezdődik. Ja, hogy ez egy konkrét feladat volt, igen. És beletettek egy olyan verset, amiről most megy a vita, hogy odaillik-e tulajdonképpen? Is van, így is van. Na, elolvasom nektek a verset, tehát mondom, ő jellemző képzőket kell, hogy keressen a gyerek az iskolai tankönyv szerint. Csomizom a ruciba a habtestem, tini bugyi gumia bemélyedten. Kukisali parival az étrendem, szolimoci tekila az én trendem, koviubi pörivel a kedvencem, lekipali csokival jaj vétkeztem. Ez csak a fele volt a versnek, hogy, nem hogy akarlak. Mondani? Na, nem akarlak tovább terhezni, vagy terhelni. Csomizom a ruciba a habtestem, tini bugyi gumia bemélyedten. Akkor ezt legyetek olyan kedvesek, fordítsátok már le nekem magyarra. Csomizom a ruciba a habtestem, tini bugyi gumia bemélyedten. Aha, szóval, hogy tetszik nekem a saját testem. Hol van ez, hogy tetszik? Hát csomizom. A csomi... Nem, azt szerintem a csomizom, az csomagolom. Ja, csomagolom. Csomagolom ruciba, tehát ruhába öltöztetem a testemet, gondolom igen? én. Igen, mi a második sor? Tini bugyi gumia bemélyedten. Aha, tehát akkor én egy tini lány vagyok, aki éppen öltözködöm fel. Igen, és ilyen spagettipántos bugyit hordasz. Szerintem is az bemélyed hát oda a vájadba. A kukisali parival az étrendem, szoli moci tekila az én trendem. Még akkor ezt legyetek szívesek, aztán én elengedem. Milyen? Kukisali parival. Kukoricasaláta paradicsommal. Hey! Igen, az étrendem jó. Szoli moci tekila az én trendem. Aha. Tehát, hogy szoláriumozom, igen, motorozom és tekilát iszom. Aha. Aha. Na most az a kérdésed, és akkor egy kicsit lehet, hogy ez kapcsolódik bármint ez a téma a 7 órai nagy vitánkhoz, de nem baj egyébként szerintem, hogy illik-e egy ilyen vers a 9-es tankönyvbe, kell-e ezzel nekik szembesülni, hogy jó ez, vagy hogy miért nem adit kapnak mondjuk elemezni? Erre gondolsz? Gondolom a szülők egy része ezen áborodott fel, hogy mi a fenét keres egy ilyen vers. Aha. Ugye? A tankönyvben, és hogy miért nem a hagyományos dolgokat elemzik, és mit a Jókai Babics dolgokat hoznak nekik, amiket lehet elemezni, hogy illik-e oda? Amiket ugye nyilván, ha te vonalodon nem, megint, nem. Csak a kőszívű ember fia, és csak a Baradla jövő. És a kicskereső. Ez egy modern vers, én utána néztem a dolognak, a költő nem könyvbe szánta, már úgy nem tankönyvbe szánta, ő gyakorlatilag egy paródiát írt, hogy a mai beszélt nyelvünk, amiben ugye nagyon sok rövidítés van, erről is beszéltünk már a kafa, frankó, meg akármicsoda, azt, hogyha ennyire töményen használod, akkor az értelmezhető-e? Uh-huh. Vajon, hogy most ez kell, vagy nem kell egy tankönyvbe, az nagy kérdés. Szerintem, igen. Na, megint veszekedni fogunk. Szerintem nem. Szerintem marhára nem. Szerintem nagyon. Te kezded, vagy kezdjem? Nekünk után verekedni figyelj, fogunk. Szerintem azért nem, mert ez pontosan az a nyelvezet, amit a hétköznapokban is ezek a diákok használnak. Hogy fogsz te értelmezni olyan versét, hogy miért kéne értelmezned, hiszen minden sorát érted, nap mint nap használod ezeket a dumákat, ezt a szlenget gyakorlatilag, amiből íródott a vers. Tehát gyakorlatilag semmiféle elemzés nem történik, egyszerűen csak elmondod séróból azt, amire nekünk mondjuk így hosszas töprengés után kellett rájönnünk így 45 felé. Uh-huh. Értitek? Tehát akkor mit elemeznek? Hát nem tudnak elemezni. Én ezt nagyon máshogy gondolom. Én nagyon örülök, amikor például az irodalom végre kezd olyan irányba elmenni, vagy az oktatás, hogy modern dolgokat emelnek be. Tehát amiről pont 7 órakor beszéltünk, de kicsit folytatva azt a vitát, tehát amellett nyilván, hogy ők Adit elemeznek, ha ez egy paródia és bemutatja, hogy ők egyébként milyen nyelvet beszélnek, és tényleg 160 karakteres nyelvet használnak, így fogalmaznak, hogy ez most jó vagy nem jó, ez megint egy kérdés, szerintem nem jó, nem tudnak rendesen írni, fogalmazni, beszélni, más eszközöket használnak, más nyelvezetük van, ez teljesen egyértelmű. Ez nem biztos, hogy jó, nem is fognak talán olyan választékosan beszélni, mint mondjuk az ő szüleik, de ahogy a nyelv egy élő dolog, ahogy az változik, változott a mikorunkban, változik az ő korunkban is. Szerintem azért jó, hogy egy ilyet beemelnek, mert sokkal szívesebben elemez egy 10-es gyerek egy hasonló verset, ami megszólítja, amire reagálhat, amit felismer, amit tud, mint hogy elmondják, hogy nem tudom, mondjuk József Attila óda, és akkor elemez nekem az ódát, és akkor szeretlek, mint mélyüket a hallgatnak vermek, meg nem tudom, mint fényt a nem tudom.
Érted? Tehát, hogy és ott ül a gyerek, és elemzi, és próbálja, és nyilván kell, hogy olvassa József Attilát, de nincs ezzel baj. Tehát, ha ilyen irányban nyit az oktatás, hogy ezeket bemerik emelni, meg be tudják emelni, tök jó. Hát miért ne elemezzen egy ilyet a gyereket? Ez az élő nyelvük. Ezt használják most. Tetszik, vagy nem tetszik. De jobban felkapja rá. De ráadásul nem is. Nem, hát ez egy paródia nyilván, tehát gondolom, hogy ez a kikarikírozása annak, amit ők valójában használnak, rövidítve beszélnek. Érted, pont erről beszéltünk a múltkor. Ó, de pró. Ezt mondja a gyerek. Hát a hajam feláll. Hát megőszültem abban a megszólásban, amikor elmondtad, hogy a virág ezt megy nyomja. Hú, de pró. Professional, profi vagy, érte, hú, de pró. Hát a Benny először ilyet mond, hát biztos, hogy betérdelek. Mi van? Mit mondta? Beszélj már rendesen. Mondanád szülőként, hogy beszélj rendesen, aztán rájössz, hogy most vagy leneved erről, vagy megpróbálod megérteni az ő nyelvét, elfogadni, és egy kicsit jobban te asszimilálódni a saját nyelvében, mint hogy azt mondod, hogy tessék helyesen választékosan beszélni, nyilván fontos, de az ő nyelvét a fiatalokkal, ő azt fogja használni. Nem támasztod alá a slendriánságot ezzel, hogy még nem itt gondolom, is hogy slendrián. Az, hogy csomizom a ruciba a habtestem, tulajdonképpen ezt már más... a nyelv is slendriánságot, érted? Vagy egy picit a modernet, amiről már meg... mondtuk, hogy mindig a... Ráadásul egy naponta változó, kis túlzással egy naponta változó nyelvezetről beszélünk, igen, de... mert ennek a slangnek a nagy része mondjuk egy fél év múlva, vagy egy év múlva már elavul. Hát igen, de hajlamosak vagytok szerintem az oktatást egy kicsit úgy túlértékelni, hogy a gyerek elolvas egy ilyet, és akkor már biztos így fog beszélni. Dehogy is. A gyerek elolvassa ezt, és lehet, hogy így is beszél. A gyerek úgy beszél, amit hoz otthonról, a gyerek úgy beszél, amilyen könyvet kap a kezébe. A gyerek úgy eszik az asztalnál, ahogy te eszel az asztalnál. A gyerek azért olyan irányba megy, amit te mutatsz meg neki, nyilván, ha nem irányítani akarod, hanem felkelted az érdeklődését. Tehát szerintem ezzel semmi baj. Ki kell lépni ebből a nagyon-nagyon-nagyon régi módi, poroszos, Adi, Babics, Jókai, Baradlai ödönféle körből, nem ismételve magunkat is a 7 órás megszólást. Én nagyon örülök, ha ilyet látok, vagy ha a Benny tankönyveiben majd ilyet látnék, hogy elemez egy Adi, de nézzük meg egy ilyen verset, egy hiszen ilyen kortárs, mondjuk hiszen játékos, irodalom, tehát a játékosságot hiszen... azt nem lehet tőle egyébként elvitatni, és az nekem nagyon szimpatikus benne, az nem tudom, hogy a maguknak, a diákoknak lejön-e, hogy azért ebben rengeteg irónia van. Fizik a Fatim is a műhelyben, vegyi gyümi üviben a sparhelten, depizik a szaniban a muterken, dobicigi dugiba a farzsebben. Dobicigi? Hát azt gondolom a dobozos cigi, nem? Így van, dobozos. Hát mi más lenne? Hát csak te vagy a fiatal három közé. Értem még azt legyőket. Balázs érti, Feri szívja. Dobi, mondom, mi az a dobi? Könnyi szívi, ne hari, ha tévedtem, Liki-Lötyi pasival azt végleg nem, vidik az izacsiban a víkendem, csörizi a telimet a véletlen. Na, ez a vége. Jó, a vegyi gyümölcs, véletlen. Érted, a vegyi azt gyümölcs, értettem. Tök jó. A sparheltet, én még a sparheltet is értem, tudod? Viszont ott azért megbicsaklik egy kicsit a dolog, hogy vidik az izacsiban, hiszen azért ez egy elég régi történet már. Én már nincs nekik olyan. Nincs ez, egyébként nem hiszem, hogy így beszélnének. Tehát, hogy azért nem mekkora a baj. Szülői felháborodás van ebből, igen, óriási, hogy mit keres óriási, egy ilyen ez mit keres benne. A tankönyvben. Igen. Nem ettől fog a gyerek elromlani, nem ettől fog rondán beszélni. Hát mi van, ha ettől jön meg a kedve olvasni, vagy elolvas ettől az írótól, költőtől, műfordítótól még két dolgot, érted? Hát nem kell szerintem. Lehet, hogy itt ennyire... a tini bugyi gumival van baja az olvasóknak. 13 évesen tini bugyi gyerekek, 12-14 évesen aktív szexuális életet élnek, hát ne dugjuk a fejünket a homokba. 13-15 évesen kíváncsi lennék egy kutatás, hogy a fiatalok hány százaléka szűz még, mondjuk 15 évesen, nézzük meg, 10-12 évesen csókolóznak, randiznak, hát felnőttek, nézd meg egy 12 évest, hogy néz ki. Jön meg Facebookra. Nem mondom, hogy jó, és nem igazolom ezzel ezt, de vagy felveszed ezzel a fordulatszámot, vagy azt mondod, hogy már pedig 20 éves leszel, mikor elveszed a szüzességet, nem fogod tudni megállítani. Annyira gyorsak, annyira korán érőek, hogy egészen más ez a generáció. Tehát szerintem nyitnunk kell nekünk is szülőként, és azt mondja, legyen benne egy ilyen a tankönyv, miért ne lenne, olvassák el, nincs ezzel baj. Szerintem nekem... legyen mellette egy Adi, és aztán elemezzék az Adit is, persze. Ha van nekik olyan, hogy munkafüzet, ott például tökéletesen el tudnám képzelni, feladatként, házi feladatként, nagy gyerekek következőről van szó, mutatunk nektek egy verset, Lackfi János műve egyébként a történet, az a címe, hogy Véletlen. Arra szeretnék kérni benneteket, hogy a saját magatok által használt nyelven, a saját nyelvezeteteken írjatok a holnapi órára egy verset. De biztos csinálnak velük ilyeneket, nem? Én nem tudom. Tehát, hogy ilyen, ahogy ebben a formában, hogy írjatok, hogy oké, jó, nem vérnász a zavaron, jó, felejtsétek el, ne Adinak a nyelvezetében, a saját nyelvezetekben, azzal a nyelvvel, amit nap, mint nap használtok egymás közt, írjatok egy nem tudom hány strófás verset. Lehet, hogy ezt csináltatják. És ez tök jó például, tehát ebben a formában el tudom képzelni.
mert az kreativitást fejleszt, hogyne, érted? Tehát a gyerekeket kicsit közelebb hozza a versekhez, stb. Tehát úgy akár még működhet is. De ezen ugyanúgy zavarná a szülőket most, ha a fogalmazást íratnak belőle, mint a tankönyvben van. Tehát nagyon nem érzem, hogy a szülő megnyugodna. A szülőket általában a személy zavarja, aki mondja. Tehát most a szülő elolvas, ott van a tankönyvben, akkor nem örülök neki, ha fogalmazást ír belőle a gyerek, akkor örülök. Hát ha ott van, akkor mindegy, hogy milyen feladatot adnak a gyereknek, akkor szerintem az ugyanúgy zavarja. Tehát akkor attól a haja feláll az égnek. Na, itt van az író, ugye? Sikerült őt megszerezni. Laci János. Jó reggelt kívánunk, hello János. Jó reggelt, sziasztok. Csumi Johnny. Hello. Szépen olvastam föl a verset, nem tudom, hallottad-e. Nagyon szépen, igen. Az élete néha egy kicsit uncsi, meg illirombi, de az én ezen beszabehúztam. Figyelj, te tudtad, hogy ezt beemelik, vagy te is szembesültél vele, és láttad, vagy szóltak, nem, hogy egyszer csak, hát figyelj, beemelték a versedet. Abszolút, és küldték, szerződés, mindent, tehát ez teljesen rendben volt ilyen tekintetben, és végül is lehetett volna, ugye ez egy nyelvtan tankönyvben benne van, azért ez nem egy mellékes árnyalat, tehát lehetett volna egy ilyen szószedetet, hogy hogyan beszélnek kedves gyerekek, a mai fiatalok, szépen sorba szedik ugyanezeket a szavakat, lehet, hogy van rajta egy kis vihogás, de olyan nagy nincsen. Érdekes, hogy itten szerintem az ütötte talán ki a biztosítékot, hogy ez versbe van szedve, és a versek azok komolyak, és mondjuk, hogyha Arany János azt írta, hogy ki vagyok, ilyen senki pál, egy fájógép, mely pipál, az ugye megint nem jó, nem passzol a tankönyvbe, csak hát Arany János nem lehet anyázni, meg ezt nem teszik be a tankönyvbe. Meg hát azért vannak ennél cifrábbak is, mert nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy a hálózsák szavunk az például csicsizacsi mától fogva, tehát hogy azért az egy csicsizacsi azért az mennyire király már. Halálos baleset, halibali, és így tovább. Szóval ilyen, ez nagyon-nagyon lazi történet. És azt is láttam egy helyütt, hogy ki van írva a Halottak napja környékén a Virágboltra, hogy hali napi koszikák nagy választékban. Ja, ne, ezt nem mondott komolyan. Komolyan. Pontosabban nem én láttam, csak szokás az embernek eltulajdonítani, Vég Attila költő kollégám. Úgyhogy ezek léteznek. Sőt, a zöldséges, a déli pályaudvarnál ott szegény hajléktalanok ezek a kartonpapíron. 10 lépésre onnan ki volt írva, hogy csövi kuki kapható. Na most úgy valahogy nem támad gusztája az embernek. Olyan friss tegnap még kihimbálózott a mezőn. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek a jelenségek vannak, most, hogy mennyire réteg jelenség, az egy kérdés, mert ugye ez egy ilyen csoportidentitást is fejlesztett, hogyha a plázában így beszélgetünk egymással, akkor könnyen lehet, hogy más ezt nem érti, és tényleg van is olyan foka, hogy nem lehet érteni. Na hát ez egy régi jelenség egyébként volt, ez az úgynevezett pesti fattyúnyelv az 1910-es években, és a Dunát Duncsinak hívták, a Lipótváros Lipinek, a Ferencvárost Francinak, tehát József Attila mondhatta, hogy megyek a Duncsihoz, a franciba, kész. Ahhoz képest milyen jókat. Igen. Neked egyébként van bajod a nyelv ilyenfajta használatával? Hát persze, ez eléggé gusztustalan azért így hallgatni, csak hát attól még nem lehet azt mondani, hogy nem létezik. Tehát nagyon sok minden van, amit nyelvileg nem azonosul vele az ember, meg kopásnak érzékeli, meg minden, de hát attól még létezik, sőt, hát ez már majdnem egy ilyen önálló nyelv. De én erre a versre azt szoktam mondani, hogy ez a jövőnek a nyelvemléke, mert hát mondtátok a vidikazit, ami benne van, ugye én ezt a 2000-es évek elején írtam ezt a verset, és akkor még a vidikazi létezett. Na most már hát a CD is hiába lenne benne szinte, mert már az is inkább ilyen archaikus dolog. Pencsi Drive-csi, azt kell mondani most. Csak nem így beszélnek. Pendrive. Mindenféleképpen meg kell tőled kérdeznem, hogy a közhívő emberfiaid... Baradlai! Egyet értesz-e velem abban, vagy Janiékkal értesz egyet, hogy nem baj, ha a gyereknek elmondott 10 percben, hogy miről szól, de nem biztos, hogy a külszívű ember fiaival kell a gyerekkel megszerettetni az olvasást, és vannak más alternatívák, amit a gyerek kezébe lehetne adni, és talán szívesebben olvasnánk. Nekem az a véleményem egyrészt, hogy miért ne adhatnánk persze kortársabb könyveket a diákok kezébe, azon érdemes elgondolkodni, hogy mit is, de vannak egyébként kortárs szerzőknek is, fiatalabb kortárs szerzőknek is nagyon emészthető, olvasmányos, fordulatos dolgai. Másrészt pedig vannak ezek a nagy alapmítoszaink, mint az egri csillagok, vagy ugye a kőszívű ember fiai, és ezeket szerintem nem kell feltétlenül kidobni az ablakon attól, hogy az elbeszélés tempó megváltozott. Én ezekkel a rövidített klasszikusok történettel értek egyet, csak muszáj lenne olyan embereknek, tehát olyan írók kezébe adni, olyan írókkal átdolgoztatni, akik ezt megcsinálják nívósan szépen, mert nagyon-nagyon egyébként, hogyha a sztoriát megnézzük, hihetetlenül fordulatos, és nagyon értette, ez nagyon ravasz
volt Jókai is, meg a Gárdonyi féle történet is egy nagyon izgalmas történet, hogyha mondjuk lehátjuk egy részét annak a nyelvi patinának, ami rátapadt róla, mert hogyha az angolok meg tudják csinálni, hogy a hogy Jane Austen, meg Dickens, nem tudom én, 10 000 szóból, meg 20 000 szóból, meg 5 000 szóból is az Oxford English kiadásban létezik, hát akkor mi miért nem tudjuk, hogyha nálunk kiadják a Robinsont, ugye rendszeresen senkinek nem kell elolvasni a teljes Robinsont, a teljes Don Quixote-t, hanem rövidítették. Na most lehet, hogy, ne, hogy azért Defoe vagy Cervantes nem akkora írók, mint Jókai, de szerintem nála is el lehetne ezen a dolgon gondolkozni. És én láttam egy ilyen csetet, ahol a diákok a kötelező olvasmányokról beszélgettek, és valaki mondta, hogy te gyerekek az Egri csillagokról nincs egy összefoglalótok? De puk, ott volt egy húszsoros. Egyébként erre volt próbálkozás. Ugye, azt mondja, jaj, ez hosszú, akkor nincs egy rövidebb, tak, ott volt az ötsoros. Szóval nem mondja senki, hogy... Bemegy, kimegy, török gyerek, visszaad. Körülbelül elfoglal, megvéd, hazamegy. Szóval lehetne növelni szerintem az aktív olvasók számát, és azokat a csodabogarakat, amilyen én is voltam, aki állatira élvezi, hogy a fele latin szót nem érti, de mégis milyen hangulatos ez az egész, úgyse fogja senki lepörgetni az eredetiről. Tehát az eredetit attól ki kell adni, azok az emberek el fogják olvasni. Hát lehet, hogy nem veszik meg karácsonyi ajándékba annyit a nagymamák a gyerekeknek, hanem az újat veszik esetleg, de hát az meg ugye már jogdíj úgyse jár Jókainak, úgyhogy... Egyébként ez az egy került be tőled, vagy van még valami, ami... Hát az irodalomtankönyvekben van, csak azon úgy nem látom. Miért matek példát is csinálsz? Matek példákat is írok, igen, azt is persze. Meg egyébként azt se vetette a szememre senki, ebben vannak ilyen kis furmányok ebben a versben, hogy egy régi szanszkrit, meg egy régi görög versformának az összekombinálása, meg azért, hogyha valaki így elolvassa, akkor ez nem egy annyira szívderítő kis portré erről a kislányról, tehát hogyha ha komolyan vettük, hogy ez egy figura, akkor ez egy olyan... Hát egy alkoholista apával hát van megáldva. Egy apa egy szanatóriumban pihegő anyuka, és akkor valahogy társkeresőzve próbálja, de még azelőtt is bezárkozik a videókazettájába. Szóval ez azért egy elég fanyar történet lenne, csak hát persze ilyen halál happy van megcsinálva, ahogy mondjuk a József Attila születésnapomra sekélyeké, meg mindenféle ilyen nyalánkságokkal, azért az is elég tragikus, ilyen érfelvágós vers, csak tehát akkorát röhögök azon, hogy mindjárt megdöglök, szóval ez egy ilyen klasszikus figura. Igen, érdekes elolvasni, vagy érdemes elolvasni az egészet, azért abból kiderül egy nagyon szép korkép is, ami egyébként jellemző, de hát ez egy másik téma lenne. Jó, örülünk szerintem, örülni kell ennek, hogy ilyenek... Őrcsizünk, Tünci vagy, hogy fölvesztiszed a telcsidet. Igen, hogy ez bekerül, hogy ilyen is van. Jó, jó ez szerintem, nem baj. Igen, meg hát, hogy szenvedélyt kell. Oktatás. Igen. Hogy szenvedélyt kell az irodalom. Tehát, hogy vagy van, aki megvédett ilyen nagy kardoskodva, van, aki, hogy nézzétek meg az életet, van, aki megtámadott ilyen nagyon szenvedélyesen. Tehát a legrosszabb, ami az irodalommal történhet, az az unalom. Tehát, hogy jaj, de jó uncsi magyar óránk volt, az ember sárkány fog vetemény, meg minden. Érdekes volt, hogy fölkerült egyébként, szintén befényképezték egy az irodalom tankönyvbe, hogy hasadnak rendületlenül légy híve ó magyar, és aztán már elindult volna a trollhadjárat, és aztán akkor mind a kettőt, tehát ugye mellette volt a rendes szózott szöveg, és nagyon vicces volt, hogy ezt Arany János írta. Mint ahogy azt írta a Tóth Árpád, hogy egy gondolat bánt engemet lóverseny nélkül halni meg, vagy szóval azért ez is egy elég szikra perspektíva, vagy azt írta Juhász Gyula, hogy ha medve vagy, légy medves, ne hitván gyönge tót. Tehát, hogy ezekben a bolondságok ezekben a bolondságokban azért mindenki kellően benne volt, és hát ez az élete az irodalomnak, hogy mindig kicsit tovább pörgetik, tovább írják, más nyelvállapot, és így tovább. Szóval, hogy nem egy halott dolog az irodalom, és ez most kiderült, mert az emberek tényleg egymásnak rontottak, mint egymás vérét akarták kiontani, hogy ez vers miatt mikor történik meg a köznapokban, meg mikor néznek bele egyáltalán az irodalom tankönyvbe, tehát én nagyon örülök, hogy és nagyon köszönöm mindenkinek, aki ezen morcoskodott, meg aki ezen felspannolta magát, mert történt valami az irodalom körül és ügyén. És ez jó, hogyne, persze, abszolút. János, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Sok ilyet, vigyázz magadra. Köszönjük szépen. Lanszú Jánosnak köszönjük. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.